Sziasztok srácok, üdvözöllek benneteket, Storvör közni fogunk, itt van velem a Geri és a Jack. Hello, hello. Hello. És a mai részben a rombolómat szeretném nektek bemutatni, amelyet azért kezdtem el építeni, hogy kicsit rájöjjek, hogyan működnek a lézeres, vagy lézer vezérelt rakéták. Ez sikerült, és egy kicsit talán túl is lőttem a célon, úgyhogy menjünk is végig szépen a hajón, és nézzük meg, hogy milyen. Ti megfordulhattok nyugodtan, közben itt a kamerát körbe viszem a hajó körül. Ez lett most a final. Miért most? Igen. Ilyen anime kis tány, ilyen kis uvú fej, vagy nem tudom. Igen, uvú fejek vannak rajta. Az uvú hajó. Azaz. Úgyhogy van rajta pár ágyú, légvédelem, illetve sok-sok rakéta és egy kis meglepetés is. Menjünk a fedélzetre, és akkor nagyon jól néz ki. Üdvözöllek benneteket a fedélzeten. Menjünk szépen sorjába, jó? Igazából, hogyha ide jöttök, akkor itt elől található egy torony, ez forog, ezt mindjárt mutatom is, mert ezt itt lent lehet irányítani, ezt fogja megkapni az egyik őtök. Itt vannak silók, ezek rakéták, amik fölfelé kilőhetőek, majd erre visszatérünk. Ezek igazából légvédelmi rakéták, ez ilyen kis plusz extra, radaros is működik, úgyhogy ez csak egy ilyen kis fun fact. Na most menjünk is itt be, itt található a belső, mindjárt lesz fény is, csak azt fönt kell felkapcsolni természetesen. Igen, Geri, megnézte, nagyon, nagyon jó, hogy megnézted, itt lehet újra tölteni ezt a fegyvert. És úgy van, hogy a bal és a jobb oldalibe különböző lőszer van most is, gombbal kell állítani, hogy ugye átszvicselje. Ne zárd be szegényt. Gyere ki. Ki tudsz jönni? Gyere már ki, goblin. Gyere ki. Na. Jó. Itt van a lőszer, ez ami lőszer itt elő van, ez mindenhez tartozik, úgyhogy ha újra kell tölteni, akkor azt itt lehet megtenni. Itt van fegyverzet, hogyha lőni kell, nem magunkra és egymásra, hanem az ellenségre, vehettek fel armort nyugodtan mindenki. Na, itt kell irányítani ebben a székben az első ágyút, de először, várj egy picit, felmegyek, felkapcsolom a lámpát. Tehát ugye bár azt már látom, hogy bekapcsoltad a kamerát, ugye itt van a zoom bal oldalt, ez elég lassú. Igen, mindenem van célkereszt, mert muszáj. És igazából WASD. És azért ilyen lassú a föl-le, mert tulajdonképpen, ugye, hogyha nagyon be van zoomolva, akkor az már eléggé érzékeny lesz. Mindegy, ezre nem akartam most nagy függvényeket írni. Space-el lehet vele tüzelni. Kicsit várni kell, mert hosszú a belt, és akkor rendesen lő. És bal, illetve jobb lent írja az ammo számot. Ami fontos, hogy itt van az ammo belt switch, tehát át kell kapcsolni a két ammo belt között. Illetve van night mode, hogyha éjszaka leszünk, de nem vagyunk éjszaka. Illetve ez a gun range, ez ugye a dőlésszöget írja itt ki, majd látni fogod amúgy, hogy esik a lőszer. Tehát, ugye most is azt látod, hogy hol csapódik, jobban be kell zoomolni. És akkor sokkal jobb, addig kell zoomolni, hogy már csövetkőben ne is lásd, és akkor igen, szép, tiszta. Lesz a kép. Aha, akkor, ja. Látod ott már, hogy egész jól látszódik. Látom, jó, úgyhogy ez igazából egy WASD-s irányítás, amúgy mindent kiírtam baloldalt, illetve space-szel tüzel. Látom, felfegyverkeztetek, gyertek! Menjünk az izgalmasabb dolgokhoz. Gyertek kis harcosok, fel. Azt mondták, hogy nyaralni jövünk. Hát, így nem igazán. Nos, amit itt láttok, baloldalt ez a kék, ez a légvédelem, jobb oldalt pedig a lézerkövetős rakéta ülés van, ez pedig ugye a vezérlés. Kicsit kintább állunk, jó? Hát ezt be is kapcsoljuk, és nem nyomkodjatok semmit. Nem. Ilyen az új hangja amúgy a izének, az engine-nek. Elég fura. Mindjárt lemegyünk amúgy. Hát igen, ezt szervizelni kéne. A motortérbe is majd. A recharge-t azt addig bekapcsolom, hogy majd legyen áramtöltöttségünk, és igazából csak ki akarta mennyire állni. Na most. Ezt a helyet most hagyjuk is egy kicsit. Hallom, hogy hámozza a hengereket. Nos, hát kezdjük a légvédelemmel, talán az az egyszerűbb. Álljatok mögé, majd lássátok, hogy mit csinálok. Tehát a baloldali, ami elő van, a jobb oldali, ami hátul van. Hol kapcsoljuk be? Itt kapcsoljuk be. És így a monitort is hozzá. Na most úgy van, hogy bocsánat, elrontottam. Tehát a front AA lock, a lockolás az már arra vonatkozik, hogyha megvan a célpont. Nagyjából a célponthoz viszed, most láthatjuk, hogy fönt van a zoom, ott az a helikopter, látjátok? Ott az a helikopter, ami ebben a pillanatban esik le amúgy. Fantasztikus. Nagyon hatékony fegyver, csak ránézel. De igazából, tehát hogy
hogy csak nagyjából kell arra nézni, mert így rámozog, és akkor utána, hogyha nyomom az egyest, akkor ő már automatikusan követné is. Tehát, hogyha most elindítanánk a hajót, követi, az a baj, hogy ez a helikopter az egy ilyen teszbábú volt, csak egy sokáig álltott, az most leesett. De a lényeg, hogy ez radarosan követi, tehát hogyha egy egészen mellé célzok, is ráfókuszál. Úgyhogy, ha ránéztek, dupla VASD-vel mozgatod ezt a kamerát, akkor utána lokkolsz, és az egyessel tudsz lőni az első ágyúval. Ezt csak azért mondom el, hogy tudjátok. Illetve fönt itt a zoom, ugyebár, és ennek is van éjszakai módja. Ugyanez a jobb oldali, csak ugye sok monitor nem szabad, hogy egyszerre bekapcsolva legyen, úgyhogy érdemes kikapcsolni. Csak ez a hátsó, és annyi, hogy ez a nyilakkal irányítható, és ez is ugyanúgy belokkol, és csak hogyha belokkolt, tehát nagyjából most ott van a heli, ő meg fogja már találni, akkor ő rajta fogja tartani a célt, és ez space. És akkor, ha nincs célon, nem is tudsz vele tüzelni. Ez nagyon fontos. Nice. Jó. Ezt nagyon jó kitaláltad. Úgyhogy ez ennyi. Jöjjünk ide akkor egyel odébb. Ez egy kicsit bonyolultabb rendszer, ugyanis hogyha... Most azt kérném, hogy üljetek be a székekbe. Tök mindegy, valamelyik székbe itt fent üljetek be. Kékbe meg a izébe. És hogyha nyomtok egy tabot, akkor láthatjátok, hogy a hajó tetején van egy ilyen lézer. Szintén ilyen radaros történet. Na most őt bekapcsoljuk. És ő azt tudja, hogy ő is ugyanígy rá tud lokkolni a célpontra. Csak itt egy lézert bekapcsolok. Ezzel adom meg a targetot, hogy mit kell eltalálni a hátsó rakétáknak, és a hátsó rakétákat így rá lehet forgatni, és úgy van, hogy picit visszább, nem, ezt most nem kell annyira fölfele lőni, hogy az egyessel lövöm az első rakétaállványt, 180-ba forog csak, és akkor igazából ő megy és elpusztítja, hát ez most pont nem talált, egy kicsit magasra célozta. Hát nagyon közel van az a baj, ez most 300 igen, méterre van. Mire célpontot vesz, már annyira... Ott is van a találat, de igazából... Elsőre. Tehát ez amit bír. úgyhogy ez eléggé pusztító tud összességében lenni, és ebből általában elég egy-egy kisebb hajónak, és el is szokta találni. És akkor, hogyha igazából egy nagy hajóval találkozunk... Most kifordul a panel. Az Ultimate rombolós fegyverhez kellett nekünk egy célpont, ami most meg is van, hogy szépen itten... Lállítjuk a hajót. Jó, egy kicsit elkanyarodtunk, de igazából az se feltétlő probléma. Ott van egy ugyanilyen hajó, azt állítottuk oda. És most, hogyha kintről nézitek az egészet, akkor történik a magic. Egy. Repülni fog. Nem repülünk sehova. Tekintve, hogy rombolóról beszélünk, torpedóra is szükségünk van. Na most ezen egy medium warhead van, ami elég szépet tud robbanni, és hát próbálkoztunk, mert van szonár is, mert ezt egy sráccal együtt találtuk ki, hogy működjön, de a radar a sokkal jobb. Tekintve, hogy ez a víz tetején megy, tehát arra törekszik az egész, ugye van benne altiméter, hogy a víz tetején maradjon, úgyhogy ez egy egész kis komplex rendszer, de nem annyira bonyonult összességében. Nem, és akkor gonosz fejük van szemből. És ha szemből megnézed a hajót, brutál jól néz ki, hogy ennyi fegyverzet, plusz még a torpedók is kijönnek, és akkor ezt így ki lehet szépen lövöldözni. És akkor ő megy és megkeresi magának a célpontot. Érdemes amúgy párba lőni a súly miatt, mert amúgy a súlyelosztásban nem mindegy. Ha, és most mennek szépen. Keresik a célpontot, szinte megtalálták. A célpont az nem tökéletesen a hajó előtt van, rá tud kanyarodni, ott ment is a csattanás. Ugye megy a következő. Úgyhogy ez ennyi. Szerintem a másodikra már nem sok szükség volt. Nem, tehát ez a medium warhead, ez brutálisat robban. Annyi, hogy ugye az AI hajók azok általában tömörebbek, most lehet befogakadni, reméljük, hogy nem. Illetve, Geri, hogyha balra nézel, arra kérlek benned, téged, hogy ami nincs az a lock, azt mindegyiket nyom meg, hogy látszódjon. Úgy. Kinyílnak a silók elől, és megnyomogathatod a gombokat itt szépen egymás után. ezek radaros légvédelmi, hogyha pont fölöttünk van valami, hova akkor... Mennek? Hát ez fölfele megy, és keresi a célpontot. Nem, ezt akartam, hogy elmennek a hegy mögé, várjál. Ja, hát akkor... Te mit nézi? Nem tudom. Szerintem elindítottunk egy háborút. Az lesz! Na, és akkor még apróságokat mutatok nektek, átváltunk éjszakára. Tekintve, hogy ugye van az egész hajón éjszakai opció, ugyebár a kamerákra is mindenhol, természetesen a hajón is van emergency éjszakai mód. Kicsit ilyen hát báros, tudjátok. Na mindegy. Amsterdam hangulat van, igen. Jó, van sima lámpa, és amúgy van fedélzeti fényszórás is, valamint van searchlight az elején, a toronynak a tetején. Ez már csak ilyen apróság amúgy,
úgyhogy ugye lehet ezzel ilyen keresőfényt így nyomatni. Hát ez ilyen nagyon manuális, tehát egy throttle-al itt lehet állítani jobbra-balra, de van mint opció. Jó az. Meg amúgy lehet állítani... Közben félig elsüllyedt a hajón. Oké. Okay. Ha látom! És rendesen, látjátok, rajta tartja a targeton, hogy süllyed. Úgyhogy azt kilőttük. Nos, újra lehívjuk a hajót, hogy felfegyverkezzünk, és megyünk, és megtámadjuk az aikat, akikkel végre ezzel a hajóval szerintem fel fogjuk tudni venni a versenyt. A gépházat azt elfelejtettük, úgyhogy azt gyors megnézzük. Itt lehet lejönni. Na most itt, hogyha előre megyünk, itt vannak a rakéták, amiket függőlegesen lehet kilőni. Itt vannak a torpedók betöltve, ugye itt most épp fölöttem. Itt van, kétféle meghajtása van, 6 nagy dízelmotor található benne, illetve egy Magic Jack-féle elektromos, kicsit okoskodós motor, ami önmagát tölti, és ezáltal amúgy hajtja meg az egész hajót. Ezáltal a hajó tud összességében menni nagyjából a 60-65 km/h között, nagyobb hullámzásban, akár gyorsabban is, és ez itt középen az üzemanyag tartály, ami tele van finom, friss dízellel, csak hogy extra legyen a történet. Itt is vannak amúgy generátorok, úgyhogy az egész ellátja saját magát, és nagyjából az üzemanyag, tehát maxon járatva, olyan 45-50 percig elég, ha fullon van járatva a hajó, viszont csak dízelhajtással olyan 26-tal tud menni. Úgyhogy annyi. Fel lehet menni ugye ott, ahol lejöttünk, ott a kabinba megyünk, meg fel lehet menni amúgy két másik helyen is, akkor pedig ott a kémény mellett fogunk jönni. Menő. Geri, te fogod kezelni az első ágyút, a 76 pilis ágyút, most legyen az, illetve Jack fogja majd a rakétát, nyilvánvalóan egy darabig most menni fogunk, úgyhogy elindítjuk szépen a gépezetet. Bekapcsoljuk a recharge-t, úgyhogy még egyelőre most csak kiállunk itt a dolgokkal. Most Geri, még lehetsz akár itt fent is, jaja. A légvédelmet azt én fogom majd kezelni, hogyha ténylegesen oda jutunk, hogy kell, mert az, talán az a legbonyolultabb része a hajónak. Jack, te meg nyugodtan ismerkedj, addig 180-at fordulnak itt a dolgok, úgyhogy annyit fontos tudni. A rendszer energiaújratöltése 6000-nél jár, úgyhogy most bekapcsoljuk az elektromos propellereket, amik a hajó oldalán találhatóak nagyjából amúgy a parancsnoki híd alatt, 3-3, és az adja meg neki az igazi juicy erőt. Amúgy van rajta két large propeller, illetve jet fuel is van benne, és folyamatosan gyorsulunk. Igen. Elég szépen megindult. Igen, most indul meg, és akkor nagyobb hullámzásban azért meg tud ez indulni, és sajnos kell neki egy kis okosság, hogy ne kelljen vele szenvedni nagyon, és akkor így azért menetelősebb a dolog előre. Ott egy meteor eső történik éppen előttünk, úgyhogy valószínűleg lesz majd hullám is. Szimpatikus random játék. Igen. Gyere ide, meteor! Ugye ilyen sebességnél már könnyen bedől, de nem kell aggódni, mert mindig a talpára esik. Az egy hadihajó lesz. Az egy hadihajó, barátom. Mindjárt nézem. Jó. Be tudod lokkolni? Belokkoltuk. Nagyon jó. Figyelj, Gerikém, action van, a hadihajó előttünk balra. Közelebb megyünk hozzá. Nem látom izét. Mindjárt tudom, mert fordulunk, de ő látja a radar, úgyhogy azzal nincs baj. Közelebb kell menni. 1300 méter. Ezt rád bízom. Mondd még egyszer, hány méter? 1300, jó. 1280. Fordítsd a rakétákat. Forduljak rá és lőjek? Várjál, nem, még nem lövünk, csak ráfordulsz. Még fordulhat egy picit. Lelassulok, hogy egyszerűbb legyen a fönt a radarnak is. Jó. Most kb. Célon vagyunk. Mehet. Várjál még, milyen messze van? 1000 méter. Jó, egy picit fordítsd balrább és mehet. Menjünk az itt óbalra, pillanat. Jó, így most jó. Mehet. Egy. Próbáljuk meg hátha. Jó. Azt teli találat volt. Jó, fordítsd egy picit balrább. Jó. És most lehet még egy, mehet is. Megy. Jó. Nagyon szép. Na, most az a baj, hogy nagyon hátulját lehet. Lefordult róla. Jó. Most elindítom még jobbra. Na jó, oké. Nem úgy jó az. Azt talált, azt teli találat volt. Nagyon szép. Jó. Milyen messze vagyunk tőle? 560 méter. Nem tudom, a torpedó az mit szól, ha így kilövöm. Hát nézzük meg. Nézzük meg. Jó. Ti látjátok a torpedót? Ott van? Ott van? Igen. Ott van?
Néha kinéz a vízből, lássa a célpontot. Szerintem gyorsabbak voltunk, mint ahogy kellett volna ezt ledroppolni. Igen. Picit visszalassulunk. Nem tudom, hogy hol van. Itt van előttünk, Ekte. A torpedó az szerintem az elveszett. Azt látnunk ja, kéne. Jó, a torpedóra gondoltam. Mögé fogok beállni, hogy meg tudjam torpedózni. Jó. 320 méterre van amúgy. Geri, a segéd próbáld meglőni, hogy leálljon. Hát köszi, örülök, eltaláltam. Igen, amúgy ég. Nem tudok annyira lenézni, az a baj. Az a baj, félek, hogyha torpedózok rá, akkor most lepattan róla. Hát most azon gondolom, nem, nagyon közel lesz, az a baj, nem fog tudni a rakétát. Milyen messze van most? Igen. 310 méter. Az nagyon közel, igen. Na már egy picit. Majd apu elintézi. Kifogytam, újra kell töltenem. Kapcsolt ki addig a kamerádat, kikapcsoltad? Elnézést. Köszönöm. Kapcsoltam. És légvédelem. Ez a légvédelem volt most. Kapcsoltam. Csak kicsit, hogy mindenféleképpen... Légvédelmánkokba állnak. Hát küldünk neki mindjárt még egy torpedót így hátulról. Közben, hogy nem, ugye az lenne, hogy oldalról kapná. Nézzük, nem fogom. Ez mi volt? Túl gyorsak vagy. Ez egy delfin volt, egy torpedó. Gyorsak. Ez összezavar. Miért szabad? Na most megy. Oldalra megy. Most megy oldalra. Biztonságban vagyunk. Állóhelyből. Na igen, ez nem lett letesztelve, úgyhogy majd akkor... Állóhelyzetből kell lőni. Igen. Ott ment a Willy. Ez a varja rendszer szerintem, hogy a menet közben indítod a sebesség miatt. Ugye kap egy alaplendületet. Bocsánat, csak elindítottam a dízelmotorokat. Kap egy alaplendületet, ugye még rádolgozik a saját, és túl gyors lesz. Hát, ilyen közelről. Amúgy jó, nem. Figyelj, elé megyünk, és akkor meglőjük. De nem tudom, hogy elől van-e rajta bármi, ami... Ups! Mi van, fiatal ember? Az baj! Lő! Az nagyon lő. Túl alacsonyra mennek a rakéták, nem jó? Jó, nem kell, kapcsolt ki Réci a kamerádat, Jack. Jó, ki van? Újra tudtam fordulni. Gyönyörű. Megvan. Szerintem ezeknek... Ez dezintegráltuk. Szerintem ennek HP-ja van. Nagyon franc tudja. Jó, meg vagyunk. Megsérültünk amúgy, mi kaptunk találatot? Nem látom, hogy sérültek lennénk. Jó, Geri, annyit kérnék tőled, hogy nézd meg, légy szíves, hogy mi az, amit újra kell tölteni, és töltsünk újra, ha szükséges. Itt már lesz ellenséges mozgolódás, úgyhogy arra számoljatok. Jaj, nagyon fölnézek, jó. Baj lesz, mert a... Lő a kicsés. Igen. Át tudtam állni a picire. Most a pici az megint nagyon messze van szerintem mögöttünk. Ja, addig nem lövök el megint. A nagyot azt el tudtad találni már? Nem, valamiért olyan, mintha zavaró jel lenne rajta, és amint közrébb ér rá, elfordul a... Aha, nem kizárt amúgy. Azért. Ezt hogy kéne elintézni? Most azt nem értem. Tehát nem tudom, hogy látod, de hogy amint a közrébb ér átfordul fölött, és így elrepül. Aha. Okay. Aha, van lent víz egy kevés. Aha, jó, itt a... Izénél javítok itt a... Rendi, csak a segge is kapott, úgyhogy ezt is majd nézd meg, légy szíves. Jó. Minimális víz van egyébként bent. Jó. Mindjárt megy a durogtatás. Jó. Hát amennyire hozzáférek, megjavítottam, teljesen fenekért nem férek oda. Hopp! Az megvan, a nagy hajó kiesett a játékból. Nice. Halleluja, még mögöttünk van egy. Oda néz, ott jön egy csatahajó balra. Azt próbálom igen belokni, de egyébként már rég. De az mi az Isten csinál? Hát szörföl a hullámokon. Igen, azt próbáltam eddig is kilőni. Várj, azt megfelelők elintéz. Akár rá is látok. Jó, nem tudok valami rakétát lőni. Na, most mentem, jó. De miért? Ez menet átment volna izére. Jön egy helikopter. Hol? A égőcsatahajótól visszább egyel.
Látom, látom. Jó, látod, jó. Mazeg. Szájbe. És fontos lenne, hogy jól csináld. Rád nézel ezzel? Megpróbálhatom, mert nem ilyen. Bazeg, csak közben elintéz most, minket a hullá. Rajta vagyunk, várjál rajta. Ha látom. A hullám volt a nagyobb probléma. Jó, látom. Miben látok egy helikoptert? Igen, látom. Igen. Igen, látom. Oké, okay, meg kéne állni egy pillanatra. Mindegy, ameddig csak megy. Rajta hagyom a lézert, hogy lásd, hogy merre van. Rajta vagyunk, azzal nincs probléma. Nem akar minket, mondjuk a farkát azt szerintem ellőttem. Igen, én rajta vagyok a célon. Gyere, bátyja. 700 méterre van. Igen. Az baj. Lőtt, nem talált. De talált hátul. Ezek... Okay, az a baj, nem áll meg egy pillanatra se, ez így nem lesz annyira funny. Oh. Ez oldalba kapott minket, megyek, javítok. Jó. Belül egy minimális sérülés van, a hűtő a fontos. Az eszközök nem kaptak, csak a hajótest sérült. Jó. Okay. Nagyon amúgy blokkokra volt csak az elektronikától. Jó, ez az. Jó, egy heli szerintem leesik. Hallom. Egy heli zuhan. Egyet leszettünk. Na, működik az a légvédelem. Hát mi van veled? Jó, a másikat meg ugye még bemérte a izét, a tied, úgyhogy bemérve tartja, úgyhogy az nagyon jó. Ja, nincs benne ammó hátul. Most jelen pillanatban. Bocsi. Igyekszem, mondtam. Jó, én bízok benned. Úgy pakolja a lőszert! Igen, igyekszem, csak az itt is lassan elfogy. Jó. Látom közben, hogy... Tudok kicsit elé szórni neki. Többször eltaláltam, szerintem leesik. Azt szerintem leesik. Aha, oda néz. Micsoda balett, kérem szépen. Látod? Nem csak annyit látok, hogy ammót tölt. Kapja még, nézd fel most a helikopterre. Próbálom gyorsabban tölteni, mint ahogy, hát nem tudok, mert akkor kiürülsz. De most tele van, és igazából szerintem az ott megbolondult fönt. Mondjuk én is csak a izén látom. Na, ja, hát ez igen, az már nem okoz problémákat. Na, mehet neki még egy, hát ha. Tudom, már küldtem. Aj. Nem. Mi történt? Nem értem, most ez a második hajó, vagy lehet, hogy ez ugyanaz, hogy amin egyszerűen nem hajlandó ráfordul. Tehát amint a közelébe ér, azonnal izé. Nem tudom, hogy lenne jelzavaró, vagy esküszöm, nem értem. Nem tudom, hogy van-e ilyen. Mindegy, még egyet nem tudom. Oké, utána tartogassad. Utána tartom, még utána van. Figyelj! Nem, jó. A hajóval szemben ott vannak az aik. Ott van a minigáros. Tudni kéne a távolságukat. Igen, megyek. Aha. Ez nem a minigáros. Hát itt nagyon nehéz lesz valamit belokkolnom. Az a baj, hogy elmegy a minigáros mellett, nem tudom belokkolni, de egyébként 800 méterre van, amit most lokkolok a sziget között. Azért lő. Aha, ebből most kaptunk rendesen. Meg tudunk tovább menni. Ezzel nem fog tudni segíteni. Jó. Túl közel jöttünk, az a problematik. Igen. Jézusom! Jó, már belokkoljuk. Ezt is. Hát én most meg is szállok javítani. Nem, itt már nem kell most. Azt lövöm amúgy. Azzal. Megyek még tölteni, hogyha... A három van, basszus. Hújúj. Még most kijutok, már elfüstölünk itt ott. Igen, most kaptunk nagyon sokat itt fent is. Na, én fönt javítom a konzolokat, mert ez így bajos lesz.
Nem, nem, ezt nem süllyesztetitek el ezt a hajót. Igen, de gondolkodtam rajta, hogy szivatjuk el. Ó, nem kell, ezt úgy se lövik szét. Hát... Ja, beszéltük és mondtam én is, hogy szerintem nem kell. Ezt lehet, hogy föntről kapott, nem tudom. Látod te is, hogy villog? A látom. Én nézem, hogy föntről hát, ha onnan ütötték át. Az lehet. Yeah. Valami áramellátásbeli probléma lesz itt. A torpedó térben is van víz sajnos az orrában. Úgyhogy ez itt rendben van. Ajaj, nem is kevés víz. Itt rendesen úszni lehet itt az orrá. És ez... Ujj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 
olyan szinten sok víz van, hogy oda nem is tudunk bemenni. Amúgy kellenének vízzáró falak, amik X magasak, hogyha, hogy ne ömöljön át, tudod, oldalról oldalra víz, hogyha átmegyünk. Igen. Az orra az teljesen gatya, úgyhogy azt el is engedhetjük. Na, viszont a hajónk még működőképes, a fegyverzetünk megcsökkent, és hát vélhetően fel lehet fedezni egy kis problematikát. De haza tudunk menni, a hajó orra víz alatt van. Ugye onnan nem kerültek kilövésre a rakéták. Hogyha nem költözött mellénk egy sziget, akkor most az van, hogy egy hatalmas árhullám közeledik balról. Jó. Mi van? Gyere hullám. Már én kötélbe kéne kapaszkodnom, hol van egy kötél? Gyere belőle. Jó, oké. Feküdtem az ágyra. Az baj. Ez itt micsoda jobbra, valami darú? Ott egy bója. Én már nem tudom mi hol van. Megnéztük a hajó alját, igen, gyönyörű. Mindjárt visszafordítom. Vissza lehet fordítani elméletleg. Alacskák a levegőben. Most utána megyünk a hullámnak és szörfözni fogunk. Nem tudom mi történik. Ez nagyon nagy baj. Na ne. Na ez az, amit a tesztek alatt egyszer se sikerült reprodukálnom. Vágod? És most? De most tudod miért? Mert el van árasztva az óra. Basszus, tényleg az orra az lehet, hogy probléma. Aj. Úristen, ezeknek húzni se tudok. De szóval, ez teljes... Mi történik? Átfordult. Nem tudok beszállni sehova. Tenger alatt járó lett, nagyon gyorsan. Micsoda? Hogy nem megy, nem tudom. Nem tudom, az biztos, hogy a tenger alatt vagyunk. Basszik, nem bírok beszállni a székbe. Nagyon... Ez halad, ez megy valahova. Na ez az, amire abszolút, hát hazamegyünk, hazavisz. Nagyon jó. Látod a sebességet? Basszus, itt megsérültünk egy kicsit. Tudom, hogy miért történik amúgy ez, a csodarendszered miatt, csak hogy tudd. Tudom. Én tudom. Nem működik a starter. Én mondtam, hogy nagy hatalommal nagy felelősséggel. Ezt már nem biztos, hogy meg tudjuk javítani. Hát ezt már lehet, hogy nem kellett volna az a pumpa, látod? Most, hogy neki látunk pumpálni. Figyelj, hozok egy vödröt. Csak fel kell úszni, vagy hát nem kell felúszni, hogy kiürítsd. Mondjuk csak, hogy én kinyitom nagyon gyorsan, te kijöntöd a vizet, aztán becsukom nagyon gyorsan. Hát biztos működni fog. Van még benne egyáltalán oxigén valahol? Amúgy van. A motortérben van még egy kis oxigén. A mélytengeri búvárok kimentettek minket, illetve a hajót is, kiszivattyúzták a vizet. Nekik volt szivattyújuk, nekünk nem volt, majd legközelebbre rakok bele. Ami biztos, srácok, hogy ez a hajó végre fel tudja venni legalább egy kicsit a versenyt az AI-kkal. A légvédelem már egész jól működik, van még mit rajta fejleszteni, de már egy kezdeti dolognak olyan szempontból jó, hogy le tudtunk vele szedni 2 helikoptert is. Stark, mondd! Szerintem önálló életre kért és haragszik rá, mert folyamatosan engem céloznak az ágyúk. Igen, azt látom. Nem javítottad elég gyorsan. Látod? Mm-hmm. Nem tudsz elbújni előle. Nem. Nagyon jó. Hát a torpedókon javítani kell. Őszintén leszek, mindig álló helyből lőttem ki a torpedót. Amúgy próbáltuk nagy hullámokban, ott nem volt baj. Viszont menet közben a torpedó így nem jó. Van benne amúgy egy kis boost, és az amiatt őrül meg így, úgyhogy azt ki kell belőle venni valószínűleg, vagy állítani kell rajta, egy kicsit finomítani. Úgyhogy azt a torpedót picit állítani kell, és akkor amúgy működni fog. Tehát ugye tesztnél láttátok, hogy most meghülyítetted
hogy működött. A rakéták sokszor működtek, ott a szigetnél tényleg volt valami jelzavaró, nagyon valószínűleg, mert ott a lézeres rakéták meghűltek, úgyhogy hát az ágyúval meg lehetett pufogtatni, amennyire láttátok, hát innentől majd lehet szép dolgokat építeni, most, hogy már vágjuk jobban ezeket a radaros és lézeres dolgokat. Hozzáteszem, azért a radaros egy fokkal jobb, de nagyon sok tesztelés és nagyon sok idő, mire az ember tényleg egy igazán frankó dolgot tud összerakni. Köszönöm azoknak a srácoknak is, akik segítettek, illetve neked, nektek, hogy itt voltatok, eltörtett szerint. Igen, úgy tűnik, hogy... Nem, Jack, de igen. Jack tönkretette sikeresen, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogyha velünk tartottak ebben a videóban. A komment szekcióban írjátok le, hogy hogy tetszett nektek ez a hajó, ti 10 pontból hányat adnátok rá, és itt volt velem a Jack és a Gary. Sziasztok! Hoppá! Te egy gonosz ember vagy, ugye tudod? És már süllyed, már látom, hogy süllyed. Jack is itt van, de minek ugyebár? Rombolni azt tudnak. De hogyha azt meg kéne építeni, azt hagyjuk is, hogy hány óra volt. Srácok, biztos nem menne. Tetszett, lájkoljátok, illetve hogyha szeretitek, iratkozzatok fel. Jók lehetek, ezt tarkoltam. Sziasztok!